Sziasztok! Nagyon nagy szeretettel köszöntök mindenkit. Újra itt vagyunk, szombat délelőtt 11 órakor. Színházi különkiadással jelentkezik a Karantén Kukták. Úgyhogy örülünk, hogy megint itt lehetünk. Ugye még mindig tombol az őrület odakint. Mi idebent, szintén az őrület határán vagyunk lassan, de nem baj, kitartunk, ez a lényeg. Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a saját ismerőseimet és a Veresed Színház nézőit, rajongóit, közönségét és az oldal követőit. Ahogy mondtam a múlt héten is, most már menetrend szerint érkezünk színházi különkiadásként, szombatonként 11 órakor. Ezt egyébként megtekinthetitek a színház oldalán, ha jól tudom, akkor a borítókép meg lett változtatva, és azon rajta van minden egyes program, amivel a színház készül, a színház tagjai készülnek és dolgoznak, természetesen otthon és online. A mai napon is lesz egy vendégünk, őt úgy hívják, hogy Fésűs Nelly. Én nagyon remélem, hogy el tudjuk őt érni, mert hogy én kedden beszéltem vele utoljára. Náluk most nagy felfordulás van, azt nem mondom el, hogy miért, mert nem tudom, hogy mennyire publikus a dolog. Úgyhogy én ráírtam most reggel, hogy akkor hívunk, még nem jelzett vissza, remélem, hogy fel fogja venni a telefont. Ha nem, akkor így jártunk, vagy esetleg visszahív, ebben bízhatunk. Természetesen az ő kedvenc ételeit fogjuk elkészíteni, ami két étel lesz, egy desszert és egy ilyen leves főétel egyben. A leves, illetve a főétel az egy tejfölös citromos csirke becsinált, leves lesz, vagy főétel lesz, a desszert pedig egy banános süti, amiben majd a férjem fog segíteni, mert hogy én nem vagyok egy nagy sütő emberke. Nos, hát a héten sem voltunk ugye karanténkukták nélkül, sőt, ugye a kihívások miatt eljutottunk egy nagyon kedves színész rendező hölgyhöz, mégpedig Szilágyi Anna Máriához, aki főzött nekünk a héten, egy brownie-t sütött és egy ilyen nagyon finom tortillát készített, aminek a tésztáját ő gyúrta, úgyhogy ez a videó is megtekinthető a Veresed Színház oldalán, nézzétek és szeressétek és lájkoljátok. Természetesen lesznek kihívottjaink, azoknak is vannak kihívottjai, úgyhogy lájkoljátok az oldalunkat, keressétek a videókat. Na most, hát ugye Nelly a vendégünk ma remélhetőleg. Nelly egy nagyon népszerű hölgy, művésznő az országban. Én picit utána néztem, hogy ő miket is csinált az elmúlt években, és rengeteg dolgot csinált. Ugye egyrészt a Veresed Színház oszlopos tagja, és a színházban is hát 5 előadás, amit én így kiírtam, illetve amit tudok nyilván. Ugye a Nem most drágám egy most is futó előadás, amiben hát ilyen 20 év után kerültem újra együtt színpadra Nellyvel, úgyhogy nagy öröm volt a számomra. Illetve hát a nagy sikerrel futó Ankonai szerelmesek, amit ugye Szilágyi Anna Mari rendezett, aki főzött nekünk a héten. A Finito, ami ugye hát elindult, most volt a bemutatója, de sajnos most egy picit szünetel. Illetve régebben a Női furcsa pár című előadásban, és a Naftalinban játszott, és a Naftalinra visszatérve a mai este, ha jól tudom, 7 óra 7 perckor, ha minden igaz, akkor ez az előadás le fog menni online, úgyhogy nézzétek, én is nagyon izgatottan várom, mert én akkor még nem voltam a színháztag, és nem láttam ezt az előadást, úgyhogy biztosan meg fogom nézni. Ugye Nellynek gyönyörű családja van, két gyönyörű kislány, nagylányt nevel, ez aki, ha jól tudom, most 6 éves, mert 2014-ben született, és Csenge, aki egy gyönyörű, nagyon tehetséges csajszi, és gyönyörű hangja van, azt tudom, hogy belsőépítésznek készült egy darabig, de mostanában el van bizonytalanodva, hogy mi legyen, úgyhogy lehet, hogy a pályán fog maradni, és hát ez egy csodálatos kislány, egy hihetetlen tehetséges, aranyos, gyönyörű, hát mint az édesanyja. Hát Nellyt ugye ismerhetitek természetesen a televízióból is, rengeteg sorozatban játszott, én amit összeírtam, kezdve a Szomszédokkal, a Família Kft., az Éretlenek, a Barátok közt, a Jóban Rosszban, tehát Nelly mindenhol megfordult, illetve azt nem tudom, hogy mennyien tudják, hogy tavaly évben játszott egy filmben, a Megszállottak című filmben, ami 2019-ben Orlandóban, Floridában
díjat nyert, és ebben Nelly a legjobb női mellékszereplő díját kapta, úgyhogy én azt gondolom, hogy erre biztosan nagyon büszke. Egyébként ez a 7. Nemzetközi Keresztény Filmfesztivál volt, ahol ő nyert. És hát rengeteg szórakoztató televíziós műsornak volt a szereplője, Kóstoló, meg Édes Élet, Ezek megőrültek, és Puskázok, Nagy Duett, Ázsia Express, Szenzációs négyes, Nyerőpáros, tehát elképesztő életművel rendelkezik a Nelly. És hát ahogy mondtam, egy gyönyörű családja van, nagyon szereti a családját, és rajong a gyermekeiért és a férjéért, és hát hihetetlen humorral rendelkezik. Tehát aki ismeri a Nellyt, az tudja, hogy valami elképesztő, szarkasztikus humorral rendelkezik. Szintén ez a vinnyogós, tehát visítva röhögős történet, ha mi beszélgetünk és együtt vagyunk. Nos, hát visszatérve az ételre, illetve még egy mondat, a múlt héten megígértem nektek, illetve elmondtam nektek, hogy ugye most már el kéne kezdeni tornázni, fogyókúrázni. Na elmondom, mi történt ezzel kapcsolatosan a héten. Semmi. Tehát nem kezdtem el, de minden héten van hétfő, ez a lényeg, sőt minden hónapban van elsője, ami egy még jobb dátum talán a fogyókúrára. Nos, térjünk is rá az ételre. Jó, én azt mondom, hogy haladjunk vele, tehát tejfölös, citromos, csirke, becsinált leves. Nagyon egyszerű a történet, bár most már ebben nem vagyok olyan biztos, mert a múlt héten azt gondoltam, hogy nagyon egyszerű lesz a történet ezzel a konzerv zöldborsó főzelékkel, és a tükörtojással, meg a pudingporral. Nem, de teljesen összezavarodtunk, úgyhogy most nagyon felkészültünk. Nagyon. Természetesen hagyma szeleteléssel fogom kezdeni. Ugye a múlt héten megmutattam nektek, hogy Megyedi Zoli kollégánk hogyan vágja kockára a hagymát. Nagyon jó, tehát, de most én nem olyan kockákra fogom vágni, hanem tényleg kis kockákra fogom vágni a hagymát, mert hogy a leves alapja az egy pörkölt alap tulajdonképpen, amit aztán felöntünk, és egy tejfölös habarással fogjuk megcsinálni, amit aztán nyilván citrommal ízesítünk, tehát igazából egy hosszú lére elesztett csirkepaprikát, tejfölös csirkepaprikást fogunk enni, úgyhogy mondtam a Nellinek, hogy akkor már főételt nem mondjon, mert szerintem ez nekünk elég lesz 3 napra. Közben egy pillanatra megszakítom Erikát, mindenkit köszöntök innen most a kamera mögül, majd a nap folyamán egy kicsit meg fog fordulni a másik oldalon is. Illetve ugye Budis Szilvit és Zsombori Palit köszöntöm, akik néznek minket. Palival a holnapi napon fogtok majd találkozni, de majd Erika a későbbiekben a részleteket ezzel kapcsolatban elmondja. Egyrészt, hogy ki Zsombori Pali, másrészt pedig, hogy miért is találkozunk vele a holnapi napon. Így van, ő egy húsvéti nagy családi főzést vállalt, úgyhogy én is nagyon izgatottan várom. Neki egyébként az egyik nagyfia szakács, úgyhogy azért ott én láttam a Facebookon, hogy készülnek remek ételek az ő konyhájukban. Ők egy nagy család, egyébként 3 vagy 4 gyerkőccel, szóval ott tényleg egy nagyon nagy család van, úgyhogy egy irigylésre méltó szeméről van szó. Én nagyon szeretem a Palit egyébként, egy remek humorú pasi, mint szoktam mondani. És a férjem mutogat, hogy ezt ne itt főzzem, hanem a hátsó tűzön, úgyhogy át is rakom akkor ide. Na most annyi történik, hogy csinálunk egy pörkölt alapot, nagyon egyszerű, beletesszük a hagymát, illetve a piros paprikát, és aztán beízesítjük, és beletesszük a húsit. Ugye már készítettünk itt pörköltet nem olyan régen, az első adásunkban, ahol egy kondér húslevessel pörkölttel kezdtük ezt az egész karantén kutáskodást, és aztán így kerültünk egyszer csak ide a színház oldalára. Én remélem, hogy sikerült elindítani, mert ugye ilyenkor már nem látjuk. Na, hát én most besózom. Igazából azt szokták mondani, hogy érdemes várni a sózással, mert hogy ne ereszel levet a hagyma, de most tök mindegy egyébként, mert hogy levest fogunk készíteni, tehát most ez annyira nem releváns ez a dolog. Most ételízesítőt nem használunk, ugye azt mondtam nektek, hogy én szeretek ételízesítőt használni, általában apukámtól szoktunk kapni ilyen házi készítésű ételízesítőt, úgyhogy abban azért egy picit jobban megbízok, és piros paprikát is mindig szoktuk kapni, tehát a boltba nem nagyon szoktam vásárolni piros paprikát, mert hogy apukám nagyon sűrű jár ki, ugye a fesztiválok miatt Vajdaságban, és ott mindig kap ilyen piros paprikákat, úgyhogy gyakorlatilag, illetve nekem van egy nagyon kedves barátnőm, aki Horvátországban lakik, és tőle is szoktunk kapni piros paprikát, tehát most nyilván nem, de egyébként
Igen. Na, hát nagyon izgalmas a történet. Egy picit várjunk még a paprikával. Vagyunk, hogy üveges, üveges. Azt mondta, hogy, hogy többféle húst szokott beletenni. Szokott beletenni ilyen csontosat, ez ugye csirkeaprólék, hát ez nyilván ilyen farhát történet. Szokott beletenni combot, mert hogy ő azt nagyon szereti. Illetve hát miután ugye ezt az ételt mi fogjuk elfogyasztani, ezért a férjem nagyon szereti a csirke mellett, úgyhogy csirke mellett is fogjuk tenni a levesbe. Jó, Nellyre visszatérve egyébként, ugye ő egy gyönyörű hölgy, és hát őt is nagyon irigylem, mert valahol olvastam, hogy, hogy ő nem nagyon jár egyébként edzeni, tehát hogy itt megint ugye a genetikáról beszélgetünk, amihez nem fűznék hozzá semmit, mint ahogy a múltkor a Balázsnak is azt mondtam, hogy ehhez nem fűznék hozzá semmit. Balázs aztán ki is mondta, hogy mit szeretnék hozzá fűzni, de ezt ő mondta ki, én nem mondom. Úgyhogy Nelly egy gyönyörű hölgy, azt tudom, hogy nem olyan régen elkezdett rúgtáncolni, ami számomra egy picit furcsa volt, mert hogy Nelly egy nagyon magas csajszi, és hát ő nem az a típus, aki ez a 40 kilósan vékony, hanem ő nem 40 kilósan vékony, de vékony, tehát hogy én nem láttam rajta soha felesleget. Viszont azért neki van egy teste, és nyilván nem lehetett könnyű azért megtartani ugye magát a rúdon, de elindult valami versenyen is, azt tudom, de ezt majd lehet, hogy elmondja, és ott nagyon szép eredményt ért el, úgyhogy, úgyhogy a Nelly. Nem így tartja karban magát, nyilván azért ott a családdal foglalkozni kell, illetve hát azt tudom, hogy csinálják ugye a divákat, a dételenítővel, és a ladinekülikkal, amivel hát nagyon sikeresen járják az országot. Szóval, nem sokára a hagyma meg lesz, és közben elmondom, hogy a banános süti lesz ugye a második menünk. Ez egy nagyon egyszerű történet, ez egy ilyen összeborogatós sütemény, de ebben majd a férjem azért fog segíteni nekem, mert hogy hogy a mászta jegyzetemet, mert hogy itt föl kell verni majd a tojás fehérjét. Na, és akkor lássuk, lassan, de biztosan ez jó lesz, ugye mivel leves csinálunk, érdemes szerintem, nem csináltam még ilyen ételt, de szerintem érdemes jól lepirítani a hagymát, tehát hogy jól szétmenjen a hagyma. Na, hát, miről beszélgessünk? Van kérdésetek, akkor nyugodtan tegyétek fel. Ugye ez a karantén kukták arról szól tulajdonképpen, hogy maradj otthon és főz. Hát ezt találtuk ki. Mások fitness edzéseket tartanak. Én természetesen nem ezt a verziót választottam, hanem azt, hogy főzök. Hát miért ne, ugye? Természetesen fitnesses cégek minket nem támogatnak. Pedig így belegondolva elég sok kuncsaftot szerzünk nekik az ételekkel. Például saját magunkat ugye vagyunk rögtön mi is. Egyébként, mivel rengeteg ételt készítünk itt szombatonként, ezért én arra gondoltam, hogyha bárki az ismerőseink közül megéhezik, vagy a társadalmi tagok közül valaki nagyon éhes és már nagyon nehéz helyzetben van, akkor én nagyon szívesen felajánlok egy-két tányér ételt, akár még ágyat is, tehát hogy gyertek nyugodtan, nyilván a higiéniás szabályokat betartva, majd itt egymástól másfél-két méterre. Hát ugye a folyosón kívülről átadunk mindent. Megkirakjuk az ágyat is a folyosón kívülről. Igen, tehát itt a lépcsőházban valamennyi hely, hogy pont el lehet férni. Igen. Nos, Nellyt is fogjuk hívni telefonon. Én úgy látom, hogy ráírtam, de még mindig nem láttam az üzenetet. Nem baj, hívjuk, reméljük, hogy a telefon mellette van. Tehát őt is fel fogjuk hívni, meg fogjuk kérdezni tőle, hogy hogy van, mi újság. Jó, úgyhogy, de erre még egy picit várni kell. Nem vagyok egy ilyen nagy marketinges, de azt tudom, hogy a sztár vendégre egy picit várni kell. Úgyhogy addig főzünk. Nem tudom, hogy hányan nézik, kit nézik. Én most Szilvit és a Palit látom, aki nálunk is már integettek és hozzá is szóltak. Apukám hova lett? Nem tudom, én őt nem találom, pedig hát azért a szakmai segítség az az ő részéről minden héten itt szokott lenni. Egyébként hozzáteszem, valóban így van, tehát apukám az egyetlen, aki fenn van a Facebookon. Most ő se nézi,
Tesóm nincs fenn a Facebookon, anyukám. Tehát, hogy mindenki, róla mindenki mindent tud, csak a saját családom nem. Ezt úgy szoktuk megmondani, hogy én mindig külön küldözgetek neki fotókat, meg videókat, SMS-ben, meg Viberen, meg nem tudom milyen helyeken. Na, a hagyma lassan jó lesz, és akkor azt fogjuk csinálni, picit levesszük a tükről, ugye már a múltkor csináltunk ilyen pörköltet, és rátesszük a piros paprikát. Azért vesszük le a tűzről, hogy ugye a paprika ne égjen meg. Én most nem teszek bele olyan sok piros paprikát, mert ugye ez egy leves lesz, tehát nem kell, hogy annyira sok paprika legyen benne, mert akkor meg paprika íze lesz. Nyilván a tejfölös habarástól és a citromtól lesz majd ez nagyon-nagyon finom. És akkor ezt egy picit visszarakjuk, és az fog történni, hogy én ráteszem a húsit. Igazából én kérdeztem a Nellit, hogy ez ugye egy leves kell-e bele zöldség vagy répa, és azt mondta, hogy nem. Úgyhogy ebben ez tulajdonképpen tényleg egy ilyen pörkölt, csak ilyen, mint a gulyás, tehát hogy nem? Tehát a gulyás is olyan, hogy tulajdonképpen az is egy ilyen pörkölt féle étel, most apukám biztos megülne, azt hallaná. De hogy az is egy olyasmi étel, amit aztán felöntünk, ugye, és attól lesz leves. Ezt nagyon egyszerűen, most én nagyon lebutítottam, mondom, ezért valószínűleg a mesterszakácsok engem megölnének, de talán nem. Na, átkavartuk, azt mondta Nelly, kavarjuk át, és most egy pici vízzel fogom egyelőre fölönteni. Azt mondja, hogy van nekem egy jábölgém, mert már mutatom nektek. Hopp, húsvéti dekor leesett. Ilyen szép, látjátok, csak leesett. Szóval, hogy van nekem egy ilyen nagyon szép kis bögrém. Ilyet tudtok vásárolni egyébként a színházban. Ez egy ilyen támogatói cucc. Mi is megvásároltuk természetesen, ezzel támogatva a színházat. Na! Ezt most egy picit fogom csak felönteni, mert gyorsan, amíg ez itt fölfor, addig nekiállunk egy picit a desszertnek. A desszertnek. Amíg viszont odaérünk, ugye Erika föl fogja most verni a tojásokat, és most megmutatom nektek a tojássárgáit, ugye amit már tudni lehet, 5 darab tojássárgájára lesz szükségünk. Ugye minden ilyen főzős műsorban látni szoktátok, hogy gyönyörű szép tojások vannak egymás mellett. Hát mi most le fogjuk lőni a poént, ahhoz, hogy 5 gyönyörű szép tojássárgáját lássatok így egy edénybe, ahhoz körülbelül 20-30-at törnek össze az adás előtt. Igen. Na mi nekünk ennyi tojásunk most nincs, elvégre ugye karanténban. És akkor mi ezt megbeszéltük, hogy ugye először őkig fogom keverni a tojássárgáját a cukorral. Most és a vaníliás cukorral. És a vaníliás cukorral. Igen, belemegyünk. Most azért csináljuk ebbe a nagyba, mert ugye itt el szoktuk követni azt a hibát, hogy kicsibe tesszük bele, de az nem jó, mert ugye a fehérjének kell a hely, hiszen azt mondjuk úgy kell megcsinálnunk, hogy ugye ne törjük össze, ugye ez fontos, hogy ne törjük össze a fehérjét, mert ha összetörjük, akkor ugye összeesik a sütemény is. Úgyhogy ennyit még én is tudok, mert hogy én nem vagyok egy nagy sütő, de fiskótát csináltam régebben, de soha nem lett olyan szép magas, mint a nagymamámé. Ugye ez mindig úgy van, hogy a te sütid, az sose lesz olyan, mint a nagymamádé. Bármit csinálhatsz, nem lesz olyan egyszerűen. Egyszerűen valószínűleg ez olyan, hogy csak akkor lesz olyan, hogyha már te is nagymama leszel. És akkor meg már az unokádnak nem lesz majd olyan. Na most kérdezem a férjemet, hogy meddig kell ezt kavarni, amíg picit, habos nem lesz, ugye? Amíg elkezd fehéredni. Nem feltétlenül kell nagyon habosra kikeverni, de kezdjen el fehéredni. Igen. Egy kicsit ez már fehéredik, úgy látom. Jó lesz az, de még azért egy percet adjunk neki. Ez ilyen jó kis csukló erősítő gyakorlat, tehát azért a fitness része is megvan, tehát ha finom süteményt akarsz enni, akkor dolgoztasd meg az izmaidat érte. Igen, ezt még egy picit, csak azért, hogy aztán nyilván följöjjön a süti. Persze rakunk bele azért segítségképpen sütőport. Azt majd a száraz anyagokkal együtt, viszont előtte egy nagyon fontos dolog lesz, ami pedig ugye a banánnak a megpucolása, földarabolása és szétpasszírozása. Ezzel rendben is minden. Vagyunk, szerintem nézzünk egy picit vissza a pörköltre, hogy van. A banántól én majd vállalni fogom, és azt csinálom. Na ez már forrogat, de még egy picit hagyjuk így,
ilyen kis vízbe. Megyek, meg is mutatom. Igen, én gyorsan addig felszeltelem a banánt, ugye? Igen, annyit kérek szépen, hogy vékony szeleteket vág, és hogyha tudod felezni, mielőtt elkezded szeletelni, akkor azok, azt is tegyük meg. Nagyságrendileg egy annyi. Mert hogy sose mondjuk el, hogy igazából mennyi az a összetevő. Tehát ugye ehhez 5 tojás kell, tehát az nem olyan nagyon sok, az 5 tojás. Kell hozzá egy 1/2 kiló banán, és 25 deka liszt, ami ezt a múltkor az Anna-Mari is elmondta a műsorban, hogy általában egy evőkanál liszt, az 2 deka, és akkor így ki tudjátok számolni. Általában érdemes pupozott evőkanállal tenni bele, vagy minden evőkanál, most ez az evőkanál, most ebből van nagyobb is, meg kisebb is. Úgyhogy ilyen pupozottal. Na, és akkor gyorsan felszeletelem a banánt. Jó, és akkor ezt kérem, hogy ez most legyenek ilyen kicsik, ha esetleg félbe tudod vágni, kicsik. És úgy szeletelni, akkor az úgy tökéletesen jó. Ezzel a nagyja? Azzal a nagyja, úgy is van, és egyszer félbe, igen, és utána már csak csap, és kész is van. Ugye ez azért lesz fontos, mert nekünk még egy banánpépet kell készítenünk. Igen. Ez fogja ugye a nedves anyagot hozni, amit mielőtt ugye a lisztet beletesszük. És ha ezt megcsináltuk, akkor majd utána fölhívjuk a Nellit. Bizony, bizony. Mondta, hogy telefonon hívjuk, mert hát ő is karanténban vanna, hát ugye ilyen otthoniba, úgyhogy most nem szeretné, ha... Azt bele is tolhatod. Mibe ebbe? Persze, menjen bele, úgyis össze fogjuk törni. Ez belemet. Lehet, hogy majd Nelly most éppen, ha esetleg lehet, lát minket, akkor fogja a fejét, hogy milyen sorrendben rakjuk, de ezt mi most így fogjuk megcsinálni. Ugye az azért is egy kicsit praktikus, mert úgy, hogy most egy pici szünetet fogunk hagyni, miután erre föl a banánokat felszeletelte. Ugye a banánnak hajlamos egy kicsit megbarnulni, viszont ugye, ha nem éri levegő, például belekeverjük egy kicsit a tojásba, akkor addig is, ha várakozni kell, addig is megmarad szép fehérnek, és nem lesz csúnya barna színű a banánunk, vagy banánpépünk. Igen. És akkor beszéljünk még egy picit a Nelliről, mert hiszen ugye a színház nézői is jól ismerik őt, hiszen ahogy mondtam, ugye 5 előadásban játszott már, úgyhogy nagyon jól ismerik őt már a nézők. Én múltkor Alex kijavított, hogy 22 éve volt a Jézus Krisztus szupersztár. Én úgy emlékszem, hogy 21 egyébként, mert szerintem azt 99-ben mutattuk be. Ugye az Evita volt előtte nyáron, de én a Jézus Krisztus szupersztárban találkoztam a Nellivel, ő játszott a Mária Magdalenát. Ugye azt már meséltem nektek a múltkor, hogy Topi bácsit is onnan datálom az ismerettséget. És ez jó régen volt, és hát mi tényleg régóta ismerjük egymást. Igaz, hogy nem találkoztunk túl sűrűn, de ezt tudjátok úgy van, hogy amikor 20 év után találkozol valakivel, akkor gyakorlatilag hopp, mellé ment. Igen, egy mellé ment, hát ő sajnos kimarad a mai versenyből. De ez gyakorlatilag olyan, mintha tényleg tegnap előtt találkoztál volna vele. Nagyon érdekes dolog. Nos, közben Vargáné Brana Krisztinát is köszöntöm a nézők között. Igen, sziasztok. Sőt, Berko András Abonyból. Sziasztok. Bandi, szia. Szólja apukámnak, hogy nézze a műsort, mert nem tudom, hol van. Mert így hogy lesz, apukám a mesterszakács, én meg csak itt kuktáskodok. Karanténkuktáskodok. Jó, közben ránézzünk még egyszer egy kicsit a pörkölt alapunkra, hiszen ugye bármennyire is jól néz ki, és bármennyire is finom, azért nem engedjük, hogy lekerüljön, teljesen lepiruljon. Ugye ez most nem célunk. Igen, igen. Hamarosan föl is. Így is van. Egy nagyon picit megkavartuk. És akkor most jön az a rész, hogy én felöntöm a pörköltet, és akkor átadom neked a... Ugye? Az jön? Hát szerintem... Vagy hívjuk fel 10:30, hívjuk fel a Nellit, és akkor innen fogjuk folytatni akkor a banános sütit, mert elméletileg az körülbelül egy ilyen 15-20 perc alatt megsül. Mindenképp bármi is történik, a sütit meg fogjuk várni, hogy az hogy sikerült, és meg fogjuk mutatni. Na, lássatok csodát, én ezt most akkor felöntöm. Nyilván majd most kóstolgatunk, mert a múltkor nem kóstolgattunk, csak főztünk össze-vissza. Szerencsénk volt, mert finom lett. Elég ehető lett a
zöld borsó, mondjuk azt ugye nagyon nem tudod elrontani, mert picit sós lett. Egy csöppet. De hogy úgy nagyon nem tud elrontani, mert maga a konzerv már elég jó ízű, azért is szoktam ugye. Most ezt én jól felöntöm, mert hogy ez még úgy is le fogja forni magát ugye itt a főzésben. És hagyjuk is rotyogni. Jó, és akkor ez fölfor. Ha majd ugye fölforrt a víz, akkor egy nagyon picit vissza fogunk venni a lángból. És közben az lesz, hogy felhívjuk a Nellit, és reméljük, hogy... Föl is veszi. Fel is veszi a telefont, és nem felejtett el, hogy jövünk ma. Na, ugye azt beszéltük meg, hogy én átveszem azt. De amíg Nellivel beszélsz, addig nem. Addig tehát nem. Nelli után veszem hát én egy picit a stafitát a süteménnyel. Igyekszek majd gyorsan elkészíteni. Igen, meg is vagyunk, mert hogy nekem a Nelli száma nem volt meg. Úgyhogy ezt ki kellett nyomoznom, de most már megvan, úgyhogy felhívjuk a művésznőt. És reménykedünk benne, hogy felveszi a telefont. Ó, igen, kicsöng. Ja, nem mutatom, mert nem mutatom meg a művésznő telefonszámát. Akármennyire is szeretnétek. Közben, amíg a vonal létre nem jön, Vargáni, Blaskó, Zsófit is puszíjuk innen is. Azt üzeni, hogy úgy látom a Victoria Bistro csapat a konkurenciát kapott. Hát igen, igen. Ebben azért nem lennék annyira biztos. Na, művésznő nem vette fel a telefont. Nem baj, mert majd akkor hívjuk később. Bizony, bizony. Ez most ilyen. Találkozón van. Ja nem, ez egy automatikus üzenet. Nem tudjuk, hol van a művésznő. De mindenképpen fel fogjuk hívni, tehát nem adjuk fel. Hát ha kell, akkor estig lesz adás, lehet, hogy meg is esszük az ebédet, de... Amíg el nem érjük a Nellit. De a Nellit keressük. Na, és akkor most jön a sütemény, ugye? Eljött a pillanat. Na most egy debütálás lesz, ugyanis használunk egy gimbal nevezettű kis történetet, egy eszközt. Ezt majd le is fogjuk fotózni, megmutatjuk, milyen profi cuccaink vannak. Viszont ezt még Erika nem használta. Úgyhogy, ha netalántán nem vagyok rajta a képen, vagy az étel nincs rajta a képen... Ne aggódjatok, mit? Tehát a kezemet figyeljétek, mert csalok, ez lesz a lényeg, és akkor váltunk. Igenis. Jó. Ott vagy, nézd. Meg vagyok, sziasztok, János vagyok. Én megmutatom a füleidet. Kicsit gyere lejjebb, jó. Nagyon szép nyuszi fülei vannak az uramnak is. Húsvét van. Gyönyörűséges, még a pólója is banános, ha megnézitek. Ilyen szuper híró banánba. Ezt vette föl ma. Na, akkor igen, lássuk a... Következő dolog, hogy miután Erika nagyon ügyesen fogta, és a banánokat felszeltelte nekünk, igen, egy nagyon picit ilyenkor mozgast, egy kicsit adok segítséget, itt mozgast föl le, és akkor... Úgy, és akkor mozog. Tökéletes! Aha, gyerekek! Tehát előveszük a célszerszámot, és ezt a csodálatos banánt úgy, ahogy van, szadista módon, szépen beleegyengetjük ebbe a tojás blébe. Úgy is van. Amennyire csak lehet, szépen, egyenletesen. Nem szép látvány, ellenben finom lesz a sütemény. Ellenben csúnya. Ellenben csúnya, de finom lesz a sütemény. Ugye nagyon fontos volt az elején, hogy a tojást a cukorra egy picit habosra keverjük. Ugye ez már ad egy alapállagot ennek a süteménynek. Másrészt egy picit könnyebben olvad is ugye a cukor benne. Általában, ha tojást keverünk ki, én a kristálycukrot szoktam mondani, és azt érdemes kipróbálni. Van, aki porcukorral csinálja, szíve-lelke rajta. Csak akkor ugye a dekákkal kicsit vigyázni kell, mert akkor lehet, hogy több lesz az édesítés, és hát azért maradjanak fogaink a sütemény után is. Ez mindjárt meg is van. Ugye benne van a vaníliacukor, benne van a kristálycukor, benne van az öt tojás sárgája. Szerintem nem is olyan nagy baj, hogyha egy picit darabos marad a banán, picit, nem? Picit, banán, picit darabos vagyunk, de azért próbálom, átnyomkodom azért, mert azt sem szeretném, hogy ilyen fél banánok lógjanak ki majd a tepsiből, a sütőből. Ugye annyi kis cselt fogunk csinálni, hogy bár nem volt megadva, hogy mibe készítsük el, megpróbáljuk torta formába készíteni, mert nem tudjuk, hogy mennyire fog majd följönni ez a sütemény. Jó, meg vagyunk ugye a nedves darabokkal, egy nagyon pici sót teszünk bele, hiszen... Bocsánat, átnyúlok itt a kamerát.
Ugye sót minden esetben teszünk édes ételekben is, sokkal jobban ki fogja hozni az édes ízeket. Nem teszünk nagyon sokat, mert azért nem akarjuk, hogy teljesen elsózzuk. Meg vagyunk ugye a nedves résszel, és most jönnek a száraz dolgok, amiket bele fogunk tenni. Az első dolog, sütőpor. Ugye a sorrendet az nem biztos, hogy mindenki így tudja. Én amikor sütök, mert néha szoktam, nagyjából nem szokott gondot okozni, hogy beleteszem, hiszen a sütőpor is majd a melegbe fog dolgozni, ahogy betesszük a sütőbe. Fahéj. Mit mond a recept? Nem. Csak hogy rakjunk bele fahéjat. Fahéjat rakjunk bele. Ízlés szerint teszünk bele fahéjat, ugye ilyenkor szokott elhangozni, amikor nem tudja a szerkesztő, hogy mit kell bele és menjen, ízlés szerint. Én ilyenkor megszórom, veszíteni nem lehet, isteni finom a fahéj minden gyümölcshöz. Még egy kicsit tenni bele. Úgy is vagyunk. És akkor habverővel átkeverjük. Vagy fakanállal, ki mivel szereti. Egy én a habverőt szeretem. Egyre szebb kinézete van a süteményünknek, így nyersen. Úgy is van. Ugye a balán egy kis levet majd ereszt magából. Úgyhogy ezért nem lesz teljesen kőkemény ez a tészta. Most nagyon jó illata van. És isteni illata van most már itt, úgyhogy kár, hogy nincsen szagos Facebook. Úgyhogy Mark Zuckerbergnek innen is üzenem, hogy szagos Facebookot szeretnék. Azért, hogy az összes főzőcsatornának az illatát érezhessem. És közben az új nézőknek elmondom, egy picit itt emelkedett a nézőszám, hogy mai napon Fésűs Nelli kedvenc ételeit készítjük, egy tejfölös citromos csirkebecsinált levest és egy banános sütit, és most a banános süti elkészítési módját látjuk közben. Fel fogjuk hívni majd a Nelli telefonon, már hívtuk, de nem vette fel, úgyhogy majd próbálkozunk még. Azt mondtam nektek, hogy ő most nagyon elfoglalt időszakban van, egyébként attól függetlenül, hogy karantén van. Csak ezt nem tudom, mennyire publikus, és nem akarom elárulni, de én nagyjából tudom, hogy most miért nem veszi fel a telefon. Reméljük, hogy azért még a műsor ideje alatt elérjük a művésznőt. Igen. No, eljutottunk oda, hogy nedves rész összeraktuk, felettünk bele fahéjat, ettől isteni illata lett, beletettük a sütőport, és most jön a liszt. Ugye a lisztet kétféleképpen lehet csinálni, úgyhogy beleborítom az egészet a nedves anyagokba. Na, ilyenkor szokott jönni a non-kedli üzemmód. Tehát amikor a habverővel az ember a tésztanyagot vagy fakanállal egy óra hosszat kevergeti, hogy egy csomómentes legyen, én jobban szeretem azt, hogyha fogom, és mindig egy kicsit beleteszek. És amikor ezt a kicsit beletettem, akkor azt belekeverem és elegyenlítem benne. Így szépen, gyorsan, csomómentes lesz a... Igen, most ezt nem látjátok, mert most elnyomkodtam ezt a... készüléket. Jó, meg vagyok. Igen. Egy-két adás még, amikor én is főzök, és Erika egészen bele fog jönni a technikai részében is. No, az első adag lisztünk benne van, és itt ezt most ki kell várnotok, hogy szépen egyenletesen beletesszük és kavargatjuk. Hál' Istennek ez egy olyan süti, hogy össze kell kavargatni, és beleöntöm, és már sütök is vele, de ezt most még... Hát ami még egy picit melós ugye ezzel, hogy fel kell verni a tojás fehérjét. Tojás fehérje lesz. A tojás fehérje előtt megpróbáljuk a Nellit még egyszer elérni. Igen. Hiszen ugye ez a tészta, ha így egyben van, ennek semmi baja nem lesz, amíg a tojásunk el nem készül. Maximum a liszt egy kicsit majd megsűríti, megszívja magát, de hát majd szépen föllazítjuk a tojáshabbal. Illetve hát majd nekem is ez majd habverőt mosogatnom kell, hogy tudjuk csinálni. Még egy kis liszt, mindjárt meg is vagyunk, egy-két kavarintás. Egyébként én azt gondolom, hogy süteményt sütni nagyon jó dolog, akár a férfiaknak is. Tessék szépen otthon mindenkinek az asszony a gyerekeket meglepni. Ugye a karanténban idő van rá. Másrészt meg ugye a sok-sok fölvásárolt lisztet, élesztőt, sütőport, szalagkárit, vagy vidékesen szalagárét, azt ugye föl kell használnunk, mert hogy így rám fog rohadni, és két év múlva is ott fog állni a kamra aljába. Ne használjuk, ne hagyjuk ott, süssünk, főzzünk, együnk, és utána majd a többit megoldják a edzők, hogy a súlyunkat visszaszerezzük. Jó, ahogy keverjük bele, szépen látszódik, hogy sűrűsödik is a krém, de mondom, nem ijedjünk meg tőle, nem baj, ha egy picit sűrű marad, mert a tojásfehérje habja, amit majd szépen nagyon lassan fakanállal fogunk belekeverni. Ugye nagyon fontos, hogy nem habverővel keverjük bele a tojásfehérjét majd, hanem fakanállal szépen beleegyengetjük, beleforgatjuk. Így akkor biztos, hogy nem lesz abból problémánk, hogy összetörik a hab, és egy szép szalonnás dolog jön ki majd a sütőből, hanem egy csodálatos, magasra emelkedett tészta lesz. Remélem, ezt meg is fogjuk tudni mutatni. Ha szalonnás lesz, akkor sírni fogok, ezt így élőadásban most meg tudom ígérni,
mindjárt meg is vagyunk. És ha tiszta a kezem utána, akkor mindjárt vissza is veszem Erától a... Úgy is van. Az alaptésztánk így megvan. Ugye egy dolog hiányzik, az pedig a tojás fehérje. És megpróbáljuk Nellit elérni. Ha elértük, akkor beszélgetünk vele, és utána visszatérünk a habra, összeállítjuk, és mehet is be majd a sütőbe. A sütőt majd mielőtt a habot elkezdjük fölvenni, be fogjuk. Szerintem, miután ha Nelli látná, hogy hívtuk, akkor valószínűleg visszahívott volna, úgyhogy szerintem menjünk rá a habra. Menjünk rá a habra. Jó. Jó, legyen az meg, és akkor utána majd visszatérünk a leveshez. Amíg sül majd a sütemény, meg amíg rotyog a leves. Mert addig fogunk tudni. Azt mindjárt meg is nézzük a levest, hogy hogy áll. Most egy picit ezt visszaveszem, hogy felforjon, mert hogy most így ez egy picit megállt itt a növésbe. Úgyhogy, és akkor igazából ugye itt az a történet, hogy meg kell várni, ami megfő a husi, és ha megfőtt a husi, akkor behabarjuk tejföllel, illetve az lesz még a menet, hogy citromhéjat fogunk rá reszelni, és nyilván egy picit majd a citrom levével is meg fogjuk ezt ízesíteni. Nellék nagyon szeretik ezt az ételt, azt mondta, hogy ők ezt szokták főzni, illetve ő szokta főzni, mert hogy ő főz otthon, illetve ezt a banános sütit is nemrég próbálta ki, és azt mondta, hogy nagyon bejött, úgyhogy nagyon szeretik a gyerekek is, a csajok is. Azt olvastam, hogy egyébként ők azért próbálnak egészségesen étkezni, sok gyümölcsöt, zöldséget esznek, de én úgy látom, hogy a Nelli azért nem lett ilyen vega vagy vegán, tehát a husi is megy, nyilván mértékkel mindent. Na, hát nézzük végig akkor most ezt a habverést, ha ezzel az eszközzel megtalálom az uramat, de megtaláltam, és hát nyilván ez egy férfi munka. Ez férfi munka. Mindig adjuk át a férjeinknek. Karanténos időszakban mindenképp ajánlom a férfiaknak. Az, hogy karanténos időszakban mindenképpen ajánlom a férfiakat. Ugyan, ez a másik. Nem baja vannak otthon. Egy legalábbis legyen. Igen. Ugye nagyon fontos, hogy ha belenézünk most egy kicsit az edénybe, akkor tiszta tojásfehérjét fogunk látni. Nagyon vigyázzunk, hogy amikor a tojást szétvesszük, szétszedjük két felé, a sárgájára, a fehérjére, az, hogyha a sárgája vagy pici fehérje keveredik, az soha nem probléma. Ám bátor, hogyha szeretnénk jó tojáshabot csinálni, akkor szükség lesz arra, hogy a tojásfehérjénk az tiszta legyen. Elkezdjük fölvenni a habot, teszünk bele majd egy pici sót, hogy összeálljon, és még utána nagyjából egy kanál cukrot én bele szoktam tenni, mert így egy kicsit krémesebb, sejmesebb lesz majd a hab. És most jön az adás során, ami a leghangosabb lesz, igen. Gép nélkül fogok hangos lenni, egy nagyon pici sót ugye beleteszek, csak egy pár csepp kell, nem kell sok, és elkezdem fölvenni a tojáshabot. Ez egy nagyon izgalmas rész. Ami körülbelül el fog tartani 5 percig, és beszélni sem nagyon tudunk. Úgyhogy... Addig én rágyújtok, megiszok valamit, kimegyek pisilni. Ezt sajnos ki kell várni, ugye a gép az 2 perc alatt ezt megcsinálja, de egyrészt virtusból szoktam főzni, másrészt pedig nincsen haverőm, gépem. Addig mutatok nektek valamit, ha ezzel a cuccal el tudok jutni odáig. Bizony. Most itt főfele áll ez a cucc, nem tudom miért. Tehát, most a hűtőt nem mutatom meg nektek, de csak szólok, hogy azért itten megy az egészséges életmód is, mert hogy ez egy zöld turmix. Nem tudom, mennyire látjátok, ha most nem jó fele megyek. Igen. Na, hát ő egy zöld turmix, látjátok? Mert hogy én ilyeneket iszok. Dénségemre meghűltem, és zöld turmixot iszok. Egyébként tök jó dolog, ez attól zöld, hogy spenót van benne, tehát semmi extra. Vesztek egy nagy... Bocsánat, nem akarok szabadni, egy picit kimegyek az előszobába, mert akkor halljátok is majd a zenet, amíg én a tojást verem. Amíg én itt elmondom, hogy miből áll a zöld turmix. Tehát, hogy attól zöld, hogy spenót van benne, Tesco-ba lehet kapni egy jó nagy zacskó spenótot, ami elég egy hétig. És akkor tulajdonképpen bármit tehettek bele, spenótot, banánt szoktam beletenni, gyömbért, narancsot, almát, tényleg egy nagyon jó dolog, és nagyon egészséges. Próbálom a férjemet is rávenni arra, hogy igyon ilyen zöld turmixot, nagyon utálja, pedig tök jó íze van. Na, megmutatom nektek a levest, hogy áll. Kicsit megpróbálom megkavarni a másik kezemmel. Ugye fésűs Nelli kedvenc étele, tejfölös, citromos csirkebe csinált, ami gyakorlatilag egy pörkölt alapból fel
öntött leves, és ugye ezt fogjuk majd behabarni tejföllel. Na, és akkor elfogyott a mondandóm, úgyhogy szólok az uramnak, hogy jöjjön vissza. Megküzdök ezzel a gimbal nevezet. Nézzétek, milyen szép lesz. Jaj. Kezdünk alakulni, úgyhogy most fog az a pillanat jönni, amikor a legnagyobb bűvészkedést kell megcsinálnunk, ugyanis én átveszem egy félkézzel az eszközt. Igen. Erre pedig hoz nekem egy, azaz egy evőkanál cukrot a habba. Ja, mert az nincs. Jó. Cukrot. Most éppen nincs kint, de majd mindjárt ezt megcsináljuk. Tehát így néz ki, már kezd keményedni a habunk, egy picit a só az stabilizálta, és egy gyönyörű szép kanálnyi cukrot fogunk csak beletenni. Egyet, úgy, és ezzel fog, hát még egy nagyon picit tegye vele. És ezzel fogjuk teljesen keményre verni a habot, ami viszont megint el fog venni egy kis időt, úgyhogy szerintem próbálkozz, ezt visszaadom, és fél kézzel közben, ha gondolod, akkor ne itt próbáld elérni. Jó, de most amíg te itten zörögsz... Addig ki tudok menni az zörgéssel. Ha kész van, akkor úgyis bekapcsolódok. Megpróbáljuk a nálik. Most nem láttok semmit, össze-vissza bolyongok a konyhába. Megmutatom nektek, milyen szép kültös kalácsot hozott az uram. Megfogom. Igen. És hívd a nálit. Jó. Szóval nekem a piacozás közben erdélyi barátainktól egy ilyen szép vaníliás kültös kalácsot kaptunk. Szilágyi Anna Marit nagy szeretettel köszöntjük, és közben megérkezett Csányi Sándor is. Igen. Úgyhogy most már szakmailag is meg vagyunk támogatva. Csörgünk újra. De baj, hát van még negyed óránk. De ez fontos tudni, hogy maga a... Szevasz! Szia, Nelly! Most kellene? Hát figyelj, 10 perc múlva. Mert hogy itt élőben vagyunk, csak azért kérdezem, hogy... Élőben? Aha. Most azonnal vagyunk, vagy 10 perc múlva vagyunk élőben? Most vagyunk élőben. Akkor most legyünk gyorsan élőben. Jó van, drága. Nem tartalak fel sokáig, ugye te kedvenc kajáidat készítjük. Tejfölös, citromos, csirkebet csinált leves, illetve banános süti. Na, hogy vagy? Ennyit kérdezek tőled, hogy hogy vagy? Hát figyelj, most éppen én még nem vettem észre a karantén, mert költözünk, tehát... Aki költözött már valaha életében, tudja, hogy hogy vagyok. Tehát, fáradtan gondolom. Hát, mint az állat. Igen. Tehát, egyik helyen már, másik helyen még nem vagyunk, semmit nem találok, még közben, most szerelem éppen a... Még közben telefonálunk, szerelem a szekrényt. Úgyhogy jól, köszönöm szépen, kérdésed remekül. Jó van, drága. Húsvéti ünnepeket kívánok mindenkinek. Így van, mi is kívánunk neked. Annyit még hogy kérdezzek, hogy most akkor igazából tudsz főzni? Tehát ugye mondod egyik helyen, már nem, még nem, mit esztek, hogy esztek? Van egy családom, a legfontosabb az volt, hogy főzni tudjak, tehát elsőként sikerült a konyhát elkészíteni. Úgyhogy igen, főzni tudok. Szuper. Jól van, drágám. Figyelj csak, mit üzensz a Veresed Színház nézőinek? Kitartás, drága nézők, és maradjatok velünk minden körülmények között, ahogy mi is veletek maradunk reményeink szerint, és ha Isten is úgy akarja, és reméljük, hogy úgy akarja, ha a mézes völgyből nem is lesz semmi, de a 2020-21-es évadban, vagy 21-22, vagy nem tudom már, az sem milyen évet írunk, maradjatok velünk, hogy örömet szerezhessünk egymásnak. Így van, így van. Figyelj, Nelly, akkor én nem zavarlak tovább, jó? Hajrá, jó költözködést, vigyázzatok nagyon magatokra. Majd... Ti is, és jó étvágyat kívánok mindenkinek, akinek van kedve ezt megcsinálni rajtad kívül. Köszönjük szépen, mi is meg fogjuk kóstolni, 3 napig fogjuk enni. Ebből nagy mennyiséget kell, mert minél tovább elállt, természetesen nem éveken keresztül, csak a napok elmúltával ez olyan, mint a töltött káposzta. Igen, hogy finomabb lesz. Felmelegítve. Egyre finomabb lesz. Így. Jól van, drágám, nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál velünk itt a nagy költözködés közben. Vigyázzatok magatokra, puszi! Hello! Puszi! Na,
Közben, mivel ha megmutatjuk a habot, igen. már-már jó, de még egy körülbelül egy jó egy-két percig kell vernem, hogy jó kemény legyen. Jó, kicsit annyi visszamegyünk lenne... a levesre. Szóval Fésűs Nellivel beszélgettünk most, hát nem hosszan, mert szegénykém költözködésben van, úgyhogy el is mondta, hogy most így már itt még nem, de ott, vagy már nem, itt még nem, szóval, hogy ő most nagyon benne van ebben a dologban, de ugye az ő kedvenc ételét főzzük, és tehát azt is hallottátok, hogy mit üzent nekünk, nektek, vigyázzunk magunkra, és reméljük, hogy minél hamarabb találkozunk. Na, úgyhogy közben látom, hogy Steinkohl Erika is itt van. Szevasz! Hát ugye Steinkohl Erika került abba a helyzetbe, amiben az Anna Mari is, hogy kihívták. Nem én voltam, hanem az Anna Mari volt, aki kihívta. Úgyhogy nagyon úgy néz ki, hogy Erikával találkozunk, Stencillel találkozunk. Jövő héten fog nekünk valamit sütni, főzni, mert hogy neki van valami speckó almás sütije, amit reméljük, hogy megcsinál nekünk. Meg a gyulánok. Na, itt a levesünk. Ez a tejfölös citromos csirkebe csinált. Ugye látjátok, ez tulajdonképpen egy pörkölt alapból készülő leves. Itt annyit kell majd megvárjunk, hogy megfőjön a hús, és aztán be fogjuk habarni tejföllel. Kicsit feljebb veszem, hogy forjon már föl, mert nem akar. És közben ugye készül a banános süti. Bizony, meg is vagyunk a habban. Meg itt a zöld turmix, nézzétek! Ezt elrakom. Mert ez nem kell. Egyébként nem erőszakos az én drága pici feleségem, ám bátor, mindig elvár, hogy ígyok ebből a csodából. Kezdem megszokni az ízét. Nehogy na. Kezded. Na, igen. Kész van a habunk, ez már elég kemény, és most jön az a rész, amikor nagyon-nagyon vigyáznunk kell. Ugyanis, ha most ész nélkül gyorsan elkezdjük belekavarni a meglévő alapunkba a tojásabot, akkor az egész össze fog esni, és egy finom szalonás galuskát fogunk sütni a sütőben. De mi nem így csináljuk. Először is nem teszünk bele minden habot, hanem egy nagyon picit föllazítjuk az elején. Hát ide meg. Megkóstoljuk, milyen a hab. Isteni. És szépen oldalról bekeverve a tojás habot beledolgozzuk az alaptésztánkba. Ezzel egy kicsit föllazítjuk, és az abban fog segíteni, hogy minden, amit későbbiekben habot beleteszünk, kicsit oldalról is földolgozzuk, úgy van. Tehát minden, amit később beleteszünk, az szépen könnyen bele fog kavarodni. És nem lesz vele probléma. Úgy is van. Ez megvan. Jöhet a következő adag. Közben itt mindent összekenek már. De legalább tudom minőséget ellenőrizni. Isteni lesz. És most belemehet a hab nagy része, még egy kicsit hagyunk azért a végére is. Ezt szépen oldalról, nagy kavarásokkal, fölülről beledolgozzuk a tésztába. Ugye természetesen egy nagyon picivel több cukrot tettem volna a habba. Normál esetben ez egy nagyon jó dolog lenne, hiszen még keményebb habot tudnánk verni, de arra mindig vigyázni kell, hogy a banán is nagyon édes, és semmiképp nem szeretnénk azt, így is van. Már látszódik egyébként a tésztán is, hogy szépen kezd magasabb, habosabb lenni. És ugye nem az a célunk, hogy teljesen egy ilyen gejlédességet csináljunk. Úgy is vagyunk, még ezt a kicsi habot beletesszük. Hanem az a lényeg, hogy amikor mi ezt sütjük, az legyen egy nagyon könnyű és egyszerű dolog. Na most jön a matematika, tartsd egy picit. Igen. És addig is, hány fokra kell beállítanunk? 180 fokon kell sütni, jó. 18 percig. Úgyhogy 18 percig még itt leszünk, ez tuti. Az biztos. Én be is állítottam 180 fokra, előkészítettem a sütőt, hogy mire mindent összekészítettünk, addigra ez az egész csoda be tudjon menni egy forró sütőbe, hiszen a másik dolog, amivel ezt tönkre lehet vágni, hogyha hideg sütőbe kezdem el sütni, hiszen nem fog összeállni. Mindjárt meg is leszünk. Így is van. Oldaláról is belekeverjük, hogy szép egyenletes legyen. Érje mindenhol a hab. Nagyon szépséges. Mindjárt meg is leszünk vele. És most jön az eheti burlesque részünk. Ugyanis én egy
torta formát kisütőpapíroztam, de ugye nincs rá garancia, hogy nem fog oldalt valahol majd kifolyni, illetve hogy nem úszik be majd a sütőpapír, amivel kibéreltem a közepére. Na most mindjárt meglátjuk, hogy hogy sikerül ebből ezt egy ilyen finom süteményt összehozni. Illetve még egy dolgot fogunk csinálni. Légy szíves, mutasd meg nekem a tányért. Valamit megnyomtam ezen a izén. De nem látszik semmi, jó? Jó, még adásban vagyunk, néznek is minket. És kérlek, hogy mutasd meg most velem szemben a tányérban lévő kis tényleg. A hiszen ez még bele fog menni a süteménybe. Amit ott láttok, az egy előre elkészített vanília puding. Nagyon izgalmasan néz ki, nem? Tehát ez porból készült puding, amit a múlt héten Mihályfi Balázsnak főztünk. Szerintem ez lehet, hogy még annak a maradék, nem? Nem, ez egy másik, készült. Csak most nem mutattuk meg, mert már múltkor megmutattuk, hogy hogy kell csinálni pudingporból pudingot. Na, ez megy még rá egyébként olyan módon, remélem, hogy jól jegyeztem meg, amit a Nelly mondott, hogy ezt ilyen kis kockákra földaraboljuk, és beleszórjuk a tésztába. És ő azt mondta, hogy ha maradt még Mikulás karácsonyról, akkor ők azt szokták így rászórni, vagy rátörni még a tetejére. Na most mi a Mikulásokat már rég felzabáltuk, úgyhogy az újonnan érkezett nyulakat fogjuk rátenni a sütemény tetejére. Jó, az fontos tudni, közben hogy a hagyományos... Közben megmutatom a levest. Közben elmondom, hogy a hagyományos pudinghoz képest ez sűrűbbre van csinálva. Ugye az a célunk, hogy majd ez belesüllyedjen szépen sülés közben a süteménybe, és egyben megmaradjon, tehát ez nem fog belőle kifőni, hanem ilyen kis vanília pudingos gombócok is lesznek majd a süteményben. És hogyha megkavarta Erika... Igen, megkavartam. Okay. Akkor lássuk a sütit. Na most jön az igazi, hogy ezt úgy kell beletenni a sütőbe, a sütő formába, hogy egyrészt ne ússzon bele a papír a közepébe, másrészt pedig, hogy ne folyjon ki alól. Na ez mindjárt ki fog derülni. Nagyon szépen óvatosan a közepéről fogjuk kifele önteni. Ugye a tetejét úgy raktam bele, hogy beleszorítottam. Eddig jónak tűnik, hogy beleszorítottam. Igen, itt kicsit elment a papír, nem baj. Múlt héten Anna-Mari brownit sütött, amiről én azt gondoltam, hogy egy ilyen tök bonyolult süti, de Anna-Mari olyan csodálatosan, egyszerűen készítette, hogy rájöttem én is, hogy nem annyira bonyolult. Ezért én sütök most ezen a héten. Fogunk csinálni brownit. És hát ez a tortilla az valami istenjel nézett ki. Csak az is muzolok itt, mert látom, hogy Anna-Mari nézi. Imádlak, Prutyi! Na! Lássuk mondom, a... Már csak egy-két apró pici dolog van belőle. Azért, amit lehet belekavarunk. És mindjárt közben figyeljük, hogy a sütő mikor kezd el majd picit zúgni, mert az már azt jelenti, hogy elég a hőfok, így is vagyunk. Picit a sütőpapír szétcsúszott, ettől nem ijedünk meg. Ezt majd, amikor szétszedjük a tortaformát, és ha jól látom, akkor nem is folyik kifelé oldalra. Jaj, de jó. Egész fantasztikus. Egész jól sikerült első körben. Ez azért jó, mert ha kifolyt volna, akkor kuka, nem? Tehát, egyrészt, másrészt pedig... Feleslegesen raboltuk itt egymás idejét. Viszont egy fantasztikus vígjáték jelemet raktunk volna bele a műsorba. Na de, van egy kanalunk, és most jön a puding része. A leves közben felfort, úgyhogy most annyi dolga majd megfőjön benne a husi. Úgyhogy addig tudunk kezdeni. És aztán szépen behamarjuk. No, ahogy azt látjátok, egy folpak fóliát tettem a puding tetejére, nem véletlenül van így, ugyanis, ha így hűtjük ki, akkor a puding tetején nem lesz bőr. Gyönyörűséges lett, és ebből fogunk, mégpedig szerintem kiskanalat fogok szedni, mert evőkanállal szaggatok bele galuskát, az nem fog jó kinézni. Ellenben kis teáskanállal, ha bele pötyögtetünk, kis galuskát, a nokedlivet, akkor jók leszünk. Na tehát akkor, puding, kis kanál, és szép pici formákat így szépen elkezdek bele csöpögtetni. Ezek picit bele fognak majd folyni, amikor sütünk, akkor lesznek olyan darabok, amik majd föl fognak jönni. Persze erről fogalmunk sincs, mert nem készítettünk még ilyen. Ilyet még nem csináltunk. De most az uram úgy csinál, mintha ezt ő két hetente csinálná, de tulajdonképpen fogalma sincs arról, hogy ez hogy fog viselkedni a sütőben. Ezt nem tudjuk. Igazából én két hete TV paprikán élek, mert hogy... Azért legyen, nézzen ki valahogy az, amit csinálunk. Hát majd meglátjuk, hogy mire lesz elegendő a két hét TV paprika, meg Food Network, meg Licsi TV, vagy Chili TV, már nem tudom, hogy melyik gyümölcs vagy zöldség a sok közül.
lenne kínai fűzőműsorunk, akkor Sárkány Gyümölcs TV-nek hívnák valószínűleg. Igen, ez egy nagyon izgalmas része most. Ez a legszebb, ez a legunalmas, amikor műsornak. Pontosan. Hát itt van az, amikor vágás. Ilyenkor van vágás, de hát ez egy élő műsor, úgyhogy ezt most mondanék egy szót, de hát azért finom úriember vagyok, hát ez most szívóágon történő 2 perc lesz, viszont ezt így bele kell pötyögtetni. Remélem, hogy jó. Ugye most Nelly, mivel elfoglalt, valószínűleg nem azonnal fogja elmondani, hogy úristen, mit csináltatok. Ja. De mindjárt meg vagyunk. Mert ja, azért ugye, jó, mert a maradékot meg tudjuk majd enni. Mert ugye Nelly elmondta az előbb telefonon, hogy költözködik, úgyhogy ők még nem igazán érzik a karantént, egyik ház és a másik ház között vannak tulajdonképpen, de hamarosan átköltöznek, és akkor... Hát és akkor ők is megérzik, hogy milyen az, hogy az ember otthon van. Hát mert hogy közben vannak karanténban. Mert hogy ugye nagyon sokan betartjuk ezt a szabályt, de nagyon sokan nem. És én ezt sokszor szoktam demonstrálni a Facebookon, hogy maradjál már otthon, üljél meg a fenekeden, ne menjél sehova. Mert ha menöl, akkor sose lesz vége ennek az egésznek. Rakjunk bele? Hát ne. Nem, mert ugye, ha túl sok van, akkor viszont nem emelkedik meg. Úgyhogy én most egy falatot, ha nem haragszatok, ha haragszatok, akkor is. Nem erám, hiába várod a Nellit. Mi főzzük meg a Nelli kajáját, kedvenc kajáját. És ő vele telefonon beszéltünk, nem hallottad? Jó. Szóval meg... a Nelly nem főzött meg, vagy lehet megfőzött otthon, erről nem beszéltünk. Hát vagy esetleg a későbbiekben még, akár őt is ki lehet majd De hívni. Igen, valószínűleg, hogyha átköltözött, akkor ugyanúgy, ahogy te, fog majd ő is főzni, mint ahogy Anna Mari is csinálta. Na, akkor most mi történik? Az történik, hogy felfort a leves. A levesünk felfort, a süteményünk jövök készen van. Jövök össze-vissza ezzel a izével. Nem, majd bele fogsz tanulni cicát. Lefele mentem, most jövök fölfele. Szia! Tökéletes. Na, jó. A következő dolog, ugye összeraktuk a süteményünket. Egy picit még várunk, amíg a sütő föl fog melegedni. De ne legyél bódba! Bocsánat csak. Kis privát beszélgetésem van. Na, mi mész bódba? Jó, visszatérve a süteményre, tehát a sütemény össze van állítva, amikor 180 fokra fölmelegedett a sütőnk, akkor be fogjuk tenni 18 percre. Igen. És most visszaveszem addig is, amíg nekem elkezd csipogni. Amíg én behabarom a levest. Mert be kell habarnunk a levest. Egyes kamera, kettes kamera. Sziasztok, hát itt vagyok megint. Na, itt arcoskodtam a zöld turmixszal, ami most jelen pillanatban útban van. Nem baj. Nellyvel beszéltünk, ugye a telefont elrakjuk ide erre a csodás dekorra. Igen, ugye egy nagyon és fontos dolog, hogy ugye Steinkohl Erika ecetért volt a boltban. Ecetért. Na, azt mondta nekem Nelly, hogy egy nagy doboz tejföl kell bele, és visszahozzuk a lisztet, amit kihittünk valamiért. Mert hogy? Ezt ugye úgy fogjuk csinálni, a habarást, megnéztem egy videót, kettőt is megnéztem reggel, hogy ne essek abba a hibába, amiben a múltkor itt a rántással, hogy gyakorlatilag egy ilyen egész iskolának való rántást készítettem, ami nem jó, mert nem szeretek kidobni semmit. Gondoltunk arra, hogy ugye a Jaci bábokat készít délelőttönként, és az uram azt mondta, hogy ez a csiriz, ez nagyon jó ragasztó anyagnak, hogy elküldjük a Jacinak postán ezt a... De hát aztán nem, mert végül is kidobtuk. Na, nagyon egyszerű a habarásnak a története. A tejfölt össze fogjuk keverni liszttel, simára. És utána pedig a levesnek a levével fogjuk ezt... Most nem kéne a habverő. Ezt nem mit csináltál? Elmostam. Nem mostad el. Hát az előző előtt elmostam. Közben most jön az igazi dolog, mert egyrészt Erika ilyen szépen most. Kettő. Sogat. Közben... Ja, az úgy fog maradni. Egy annyit fogok kérni tőled, nyuszim, hogy a rácsra, a sütőbe tedd be, légy szíves, a süteményt. Akkor gyakorlatilag szerintem úgy fogunk elkészülni, hogy egyszerre fog elkészülni a leves. Ha minden jól megy, igen. És a, ezt így. Igen, azt úgy, és a rácsot. Ha nem esik szét. Nem lenne szabad, hogy szétesen. Ha szétesen, akkor nagyon ott fogunk rajta röhögni. Szétesett, akkor elbúcsúzunk. És kikanalazzuk a sütőből majd. Ki mehet haza. Jó, megvagyunk? Hát igen.
Jó, reménykedjünk, hogy nem gyullad meg a papír majd benne. És csak pont dél van, tehát akkor... 12 óra 18-kor. Jó. Na, reméljük, hogy azért azzal ki tudjuk tölteni a műsorodót, mert 18 percig. Na mindegy. Tehát ehhez hozzáadjuk a lisztet. Nyilván annyit adjunk hozzá, amit felvesz. Hát mit tudom én, három kanál. Mi? Ezt sem tudom így. Három kanál szerintem elég lesz. Elég, ugye? Szép nagy púpozott kanállal tettél bele, úgyhogy annak elégnek kell lenni. És akkor ezt most elkavarjuk, elkavarod. Föl fogjuk hígítani, visszahígítjuk ugye a levesnek a levével, úgy hívják, hogy hőkiegyenlítés. Ezt ma hallottam, ezt a szakszót. Jó, ugye, és ugye nagyon fontos, hogy ilyen, mielőtt bármilyen hőkiegyenlítés, vagy bármit csinálnánk, azelőtt fontos, hogy mindig csomómentesre kavarjuk ki. Ugye a hőkiegyenlítés azért lesz fontos, és azzal is, ha jól ki kell, az egy-egy meleg levessel ki kell majd kavarnunk, mert ha úgy tesszük bele a levesbe, akkor nagyon szép krémes egyenletes lesz. Ellenben csak, ha csak simán beleborítjuk a levesbe, akkor pedig ilyen szép, ilyen pöttyös, kicsit galuskás. De ez egyébként gyorsan csomómentessé válik. Abszolút, abszolút. Pippa. Jó, egy, tegyél bele először egy kanállal, és azt keverd el. Levesünk az ilyen, most ilyen hígállagú. Tökéletes. Azt most akkor nyomjuk le. Ez jó lesz. Majd, mert hogy a habarástól gyönyörű szép fehér, egy ilyen pirosas fehér lesz. Igen. Nagyon tuti. Egyébként láttam, hogy például a habarásba lehet tenni akár piros paprikát is, hogy egy picit megszínezze, de mivel a levesünk alapvetően egy pörkölt alapból készül. Apukád üzeni, hogy megint sok. Mi a sok? Amit nem habezni. Sok, mert ez így van recept szerint, hogy egy egész tejfölt, mondott a Nelly. Figyelj, ekkora levesbe bőven elfér egyébként szerintem. Na, ez így Nagy László, Nagy Lászlónak köszönjük üzeni, hogy jók a nyuszi fülek. Köszönjük szépen. Vettük akciósan. Akciósan vettük a nyuszi fülek. Na, ez így szerintetek? Apukád üzeni, hogy helló sok. De mi a sok, apu? Hát ez szerintem gyönyörűséges, szép havarás lett. Steinkol Erika is üzeni, hogy sok, nagyon sok felkiáltó jelen. Mi a sok? Hát komolyan mondom, megőrítetek. Menjetek haza. Nem sok. Azt mondta Nelly, egy egész nagy tejföl kell bele, gyerekek. Hát most... Ugye az fontos tudni, hogy azért levesben elég sok van. Hát nézzétek, mennyi leves van. Rengeteg. Úgyhogy most, ezt most... Úgyhogy mindenki fogja be a száját. Ezt habverővel csinálja? Nem, simán, utána már keveredett fakanállal. Kezd dönteni és kavart közben, légy szíves. Megpróbálok fölírni. Ezt nézzétek már, milyen csodálat, még kevés is lesz a végén. Sok. Melyik mondta, hogy sok? Hát ez egy ilyen szép, sűrű, masszív leves lesz. Apukád üzeni, én szóltam, liszt. A liszt az benne volt már a tejfölben. Hát apukám, nem 12-kor kell bekapcsolódni a műsorba, hanem 11-kor, ugye nem tudom, mi dolgod volt eddig. Jó, és kavargasd, légy szíves, ugye, hogy ez szép egyenletes legyen. És egyébként hozzáteszem, hogy a már ilyen belterjes és családi lett itt a hangulat, hogy apukám a múltkor, ilyen 1848-as tavaszi hadjáratos, most ez csomós lett itt kicsit. Kavart. De nem a habverővel kéne ezt csinálni? Hát azzal is csináltad, de most mindegy, mivel, de kavart. Hogy habverővel azért, kicsim, az igen, az most így. Fölül kavart, ne alul, fölül. Azaz, azt akarod feldolgozni. Hogy, és akkor főzött is, ugye, de itten annyira elszabadultak a dolgok, hogy ugye itt Erdélyből nézték őt meg mindenhonnan, Sanyi bácsi, kocincsunk, na addig kocintott, hogy gyakorlatilag az ételből a fele hozzávalót kihagyta, csak szólok. Úgyhogy, de azért biztos finom lett az anuszárgulyás zöldségek nélkül, ugye, ha jól tudom, hogy kimaradtak a zöldségek a levesből. Na, egyébként a pörköltbe is én szeretem, ha egy picit a tejföl egybe marad. Most igen, Steinkol Erikától jött a következő dolog, mert nem kavartad folyamatosan adagolás közben. Na, jó van. Na, majd megnézlek a jövő héten. Jó, szerintem átveszem tőled addig, és akkor kicsit én is lőgyből. Igen, és nem öntsük ki a mellé. Jó. Süt is sül, és akkor ebbe még belemegy, gyerekek, a citrom, mert hogy ez citromos tejfölös csirkebe csinál, úgyhogy ebbe csodálatosan bele fogom reszelni a citromhéját,
amit még nem csináltam sosem. Mert hogy nem vagyok egy nagy sütisütős, azt mondtam nektek, és ugye a citromhéját általában sütibe szokták rakni. Ugye arra kell figyelni, hogy a fehér részt már ne húzzuk bele, mert akkor keserű lesz. Igen. De hát a sárga sem nagyon akar menni, úgyhogy... Megy az. Szerintem ez egyébként kicsit olyan, mint egy tárkonyos raguleves, csak ugye azt általában tejszínnel csináljuk. Ez... Hát ez nem egy könnyű étel, tehát ahogy a Nelly is mondta, ugye ezt azért lehet enni 3 napig, és hogy felmelegítve még finomabb lesz. Egyébként a Nelly azt mondta, hogy hát muszáj kimondani, hogy ez meleg, friss, fehér kenyérrel az igazi. Úgyhogy, hát nem tudom az uram milyen kenyeret hozott, szerintem teljes kiörlésű. Félbarnát, jó. Tehát a félbarna az félig fehér. Úgyhogy majd fél kenyereket teszünk majd hozzá. Aztán nem vállaltuk be itt. Ennyi kb. Jó is lesz. Ennyi elég? Ha? Majd még teszünk bele kicsi levét levet. Is. Jó, most már fogod tudni kavarni. Nézzétek, ott a szép. Ó, úgy is van. Ezt jól megmostuk természetesen ezt a citromot. Nem mondom, hogy beáztattam domestosba, amit ugye itt ajánlottak nekünk, hogy... Azt a tojáshoz van. Tojást, azt áztassuk bele domestosba. Hát nem tudom, tehát hogy... Ez a domestos nem volt, mosóport egy kicsit tettünk köré. Tegyen bele mosógépbe, vagy mi legyen. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy mivel a kezünknek is elég a szappanos meleg víz, így úgy gondolom, hogy talán a tojásnak is elég lehet. De lehet, hogy az okosak jobban tudják és jobban értenek hozzá. Na, akkor a levesünk az gyakorlatilag megvan. Kavargatás közben nekem. Most megkóstolom, mert hogy a múltkor ugye belefutottunk ebbe a... Nem kóstoltuk, csak itt mentünk feljel a falnak. Elég fűszeres, elég sós legyen. Ahogy a kertész Ricsi mondta régen, de szar. Bocsánat, mert hogy sótlan. Viszont a... Itt a só. A só. Viszont a citrom nagyon jó így együtt a tejföllel, tehát ez nagyon király lett. Nézzétek, rakok még bele sót. Ennyit. Hát ilyenkor mindig érdemes kicsivel tovább, és majd, és akkor én amikor érzés szerint megvan. Pici citromlevet bele fogok tenni. Addig, amíg erre a citromlevet, addig átváltunk a kettes csatornára, igen, picit egymásban. Az itt lent a sütőben. Nézd meg, hogy hogy áll. Ez a közszolgálati. Közszolgálatilag megnézzük, hogy hogy áll a süteményünk. Hát ez most a felső rácson kevésbé látszódik. Hát még egy olyan 10 perce van. Egy jó 10 perce van, de amennyire én szabad szemmel látom, elindult fölfelé. Nem baj, mert én néhány ilyen szolgálati közleményt szeretnék elmondani, és tényleg remélem, hogy a színház nézői közül is azért vagytok itt páran, illetve majd megnézitek a videót, azon már nyalogatja a tálat, ezt nem látjátok. Tehát ő most konkrétan a fakon alatt nyalja. Na, tehát hogy néhány ilyen szolgálati közlemény a színházzal kapcsolatosan, ugye, azt mondtam nektek, hogy szombatonként színházi adás van, élőben megyünk a Veresed Színház oldalán, feltéve az igazgató nem felejtette el a kertészkedés közben megosztani, de biztosan nem, mert beszéltünk délelőtt. Szóval, hogy hát ugye most van ez a nagy őrület, ami miatt most az van, hogy a színház bezárt, tehát ezt mindenki tudja, nincsenek előadások. És tegnap este elkezdődött az a folyamat, hogy a jegyek árát vissza lehet igényelni. Ezt az interneten tudjátok megtenni. Ugye a jegyeknél egyszerű, hiszen vettél egy jegyet vagy kettőt, és akkor azt visszaigéned azt a pénzt. A bérleteknél is meg lehet ezt tenni. Tegnap az Alexik raktak ki egy videót, egy nagyon jó oktató videót erről, illetve a neten is minden információ fönn van. De azt gondoltam, hogy ha már itt megyünk a színház oldalán, azért én is elmondom, hogy ez hogyan néz ki. Tehát ott ugye a bérletes előadásokban 3 előadást sikerült megtartani a színháznak, aminek nagyon örülünk, viszont 2 nem. Ez azt jelenti, hogy az 5 előadásból 3 lement, 2 nem. Tehát a bérleteknél egy ilyen arányos visszatértés van, 2/5 jár vissza. Viszont azt hozzá kell tenni, hogy ennek a visszaváltásnak a határideje április 30-a. Tehát ez úgy működik, hogy ha valaki szeretné visszakapni a jegyárát, mert szüksége van rá ebben a nehéz helyzetben, akkor ezt április 30-áig megteheti. Viszont ha nem teszi meg, akkor tulajdonképpen automatikusan a színház ezt úgy fogja venni, hogy önök fölajánlották ezt az összeget a színház számára. Ami egyébként, és az ugye tegnap elhangzott a videóban is, a reményhal számlára fog menni ez a pénz, amit önök bent hagynak a jegyárakból, és ezt a színészek között lesz majd szétozva, nyilván a nehéz helyzetbe került
kollégák között. Tehát a művészeket támogatják azzal, ha bent hagyják az összeget. De természetesen mindenki döntését tiszteletben tartja a színház. Tehát, ha valaki szeretné felajánlani, azt is nagyon megköszönjük. De azt is megértjük, ha valakinek ebben a nehéz helyzetben szüksége van erre a pénzre. Tehát mind a kettőre van lehetőség, mi nagyon köszönjük azoknak, a már azoknak, akik már benhagyták a jegyek árát, hogy benhagyták, és ezzel támogatják a társulatot, és természetesen a színházat. Annyira megható voltam, hogy majdnem elsírtam magam közben. Mert ugye tényleg nagyon nehéz helyzetben vagyunk, hiszen ha egy színész nem dolgozik, akkor nincsen bevétele. Úgyhogy hát ez volt a szolgálati közlemény, és akkor közben, én most egy picit lejjebb vettem a levest, ez szerintem hamarosan kész lesz, én mindjárt megkóstolom. Természetesen miután az élő közvetítésnek vége lesz, szokás szerint megint ki fogunk majd tálalni, tehát meg lehet majd nézni mind a süteményünket, mind pedig a levesünket, hogy hogy néz majd ki. Hát még mindig sótlan. Akkor fűszerezél. Fűszerezél. De még lehet bele egy kis citrom. Látod, ez jó, hogy kóstoljuk, mert ez azért nem olyan, mint a borsó főzelék a múltkor, amit ugye a Balázs kapott tőlünk, a Mihályfi Balázs. Igen, ezt mindig el szokták mondani, hogy nagyon fontos, hogy miközben főzünk. Tehát ez a szakácskönyvtől el lehet térni. Ízlések azért emberről emberre változnak. De azért, hogy ehető is legyen az ételünk, mindig főzés közben kóstoljunk. Ha valamit hozzáadunk, kóstoljunk. Igen, az még sótlan. Azért, mert ugye csak egy csipet sót raktam rá még a hagymára. Tehát így igazából nem sok minden történt itt az ízesítés véget. Úgyhogy... Na, és akkor a másik szolgálati közlemény természetesen, hogy ez a műsor nem jöhetett volna létre a koronavírus nélkül. Nem mondom, hogy köszönjük szépen koronavírusnak ezt a lehetőséget, mert nem köszönjük, utáljuk. De, ha már így alakult, ugye ez a műsor azért jött létre, mert hogy otthon vagyunk, karanténban vagyunk. Igaz, hogy önkéntes karanténban még most. Tehát felnőtt, felelősségteljes fejjel úgy gondoltuk, és sokan úgy gondolják, hogy otthon maradunk azért, hogy aztán minél hamarabb újra kezdődhessen az élet. Ezért tényleg könyörögve kérek mindenkit, hogyha nincs halaszthatatlan dolga, nem gyógyszerért megy, kenyérért, élelmiszerért, nem tudom, hát tudjátok, hogy mi az, ahová lehet menni. És mi az, ahová, vagy melyik az a hely, ahová nem ajánlott menni. Nagyon jó lenne kimenni, süt a nap, csiripelnek a fák és virágoznak a madarak. De ha nem gondolkodunk felelősségteljesen, és mászkálunk, megkóricálunk, akkor sokkal tovább fog tartani. Hiszen a vírust akkor tudjuk megállítani, ha nem találkozunk egymással, és nem adjuk át egymásnak a vírust. Jó? Mert az, hogy én nem vagyok beteg, az egy dolog, de honnan tudod? Lehet, hogy beteg vagy, csak te tünetmentesen átvészeled, mert olyan erős a szervezeted. Kimész az utcára, találkozol valakivel, akinek már nem annyira erős a szervezete, és lehet, hogy nagy baj lesz belőle. Úgyhogy tényleg nagyon szépen kérek mindenkit, hogy maradjatok otthon. Természetesen akkor, ha megtehetitek. Ha nem kell bemenni dolgozni, otthonról is tudtok dolgozni. Örüljünk annak, hogy megmaradtak a munkahelyek. Vannak olyan személyek, emberek, akik bejárnak dolgozni. Nyilván annak is megvan a kockázata, de legalább van munkájuk, de ha megteheted, hogy otthonról dolgoz, vagy hát otthonra vagy kényszerülve, mint a színészek, akkor maradj otthon. Na, nem akarom tovább ezt ragozni, a Szösz Comedy-n majd lesz kint egy kis videó ezzel kapcsolatosan, csak hogy saját magamat is reklámozzam. Na, megkóstolom a levest, és akkor lassan, kicsikén kész lesz a süti, és meg fogjuk mutatni, hogy hogy néz ki. Én valószínűleg a levesből kiszedek egy tányérral mindjárt, jó? Csak hogy megmutassuk. Ugye ettől függetlenül, ahogy ígértem, ugye lesz tányér, lesz fotó a tányéron, de azért azt meg kell mutatni, hogy előtte azért kicsit rendet rakunk itt az asztalon. Mert mint említettem, ugye mi nem profi főzős tévéműsor vagyunk, ahol három ember rakja a lánk és veszi el az edényeket. Mi fölvállaljuk, hogy a konyhánk az úgy néz ki, hogy egy főzésnél ki kell nézni. Most ezt megkóstolom, ennek most már jónak kellene, mert kilósót beleraktam. És szerintem lassan azt már el is zárhatod majd, tehát akkor említek a leves így meg lesz. Nem zárom még el. Hagyod még rotyogni egy picit. A hús miatt. Ja, csak hogy megfőn a hús is. Igen, majd nézzünk esetleges, a nagyobb húsok meg legyen fel. Legfeljebb most kitálalunk, megmutatjuk, hogy hogy néz ez ki. Jó, elég érdekes étel egyébként. Tehát nincs benne se zöldség, se répa, tulajdonképpen csak egy ilyen. Nem? Pörkölt szaft. De ezt a Nellynek nem mondjátok. Na,
megkóstoljuk. De ízre milyen? Hát jó. Ettől meggyőzőbben. Isteni. Jó, ne sem annyit csuktól, mert az meg... Nem, nem lehet érezni, hát aha. Nem tudom, hogy hova tűnik el a citrom. Az előbb érződött, aztán eltűnt. De szerintem most már jó lesz, mert próbáltuk tartani ezt az egy órát, de úgy látom, megint nem sikerült. Én nem tudom, hol csúszunk el. Eddig még mindenki olyan szépen tartotta az egy órát, csak mi nem. Hát illetve apukád, aki ugye egy-két órás főzőműsort csinált. Igaz, hogy ott volt, ott gitár, citera minden volt. Gyerekek, nagyon finom, tényleg. És akkor kitel, ezt mutasd már meg, kis csirkék. Na, igen, veszünk egy ilyet. Így. Ilyen a kínai-magyar barátság. És akkor én most ezt lejjebb veszem, és kiszedek, mert ugye a süti mindjárt kész, tehát addig ezt megmutatjuk, jó? Ezt elvesszük innen. És akkor nem tettünk csokit a sütire. Hát? Ott a nyúl, nézd meg. Hát szerintem akkor őt meg fogjuk enni utólag. Jó, nem mindegy. De természetesen fontos tudni, hogy ugye minden recept önmagában is jó és működőképes. Legfeljebb egy picit másként nevezzük, mint az eredetit kellett volna. Hú, de jól néz ki. Nagyon jól néz ki. És azt fogjuk csinálni, hogy egy picike, most a citromokat itt összenyomogattam, de egy picikét. Hát egy karikát. Így levágni. És akkor ezt így. Így. Rátenni. Nézzétek, milyen szép. Na, hát a levesünk kész van, csuda szép lett. Nem tudom, érdekel-e még valakit, hogy még mindig itt vagyunk. És akkor szerint, ó, drágám, és hát nagyon óvatos, annyi, hogy egy picit húzzuk is ki a ráccsal együtt. De ezt nem égett ez meg te. Hát elméletileg ennyi idő alatt nem lenne szabad megégnie. Ó, de cég! Viszont az még nagyon lögykölődik, azt még egy kicsit tegyük vissza, mert az még nincs megsülve. Vagy mutassuk meg, hogy ilyen lesz, és igen, akkor igen, igen. Hozzuk. Nézzétek, ilyen lesz. Szép. Már jó, de tegyük vissza, mert ilyenkor viszont gyönyörűség. Ugye a hab az nagyon össze tud ugrani. Na, úgyhogy hát tegyük is vissza a melegre. Ennek még kell idő, viszont a leves az kész, szerintem csuda szép lett. És ami fontos, hogy félsős Nelly kedvenc ételeit főztük el, beszéltünk is vele telefonon, amiről a Steinkohl Erika lemaradt, mert bódva volt. Voltál bódva? Holnap nincs bód. Na, szóval, hogy az ő kedvenc ételeit készítettük el, ezeket is szereti, nyilván sok mást is. Ez egy tejfölös, citromos csirkebe csinált leves, és a sütink pedig még a sütőben van, nem tudjuk mikor lesz kész, azért nem húznánk tovább az időt, de nyilván le fogjuk fotózni nektek, és kint lesz mindenki oldalán, mindenhol megosztjuk. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy újra itt voltatok velünk, és ha most lemaradtatok, akkor azt is megköszönjük, ha majd megnézitek a videót, hiszen kint lesz a karanténkukták Facebook oldalon, amit lájkoljatok, mert nem csak mi hülyéskedünk itt szombatonként és főzünk, hanem nagyon sokan mellénk álltak, és ők is hülyéskednek, és bóckodnak, és főznek egy picit élőben. Olyanok is, akik még soha ilyet nem csináltak. Úgyhogy ezt nagyon szépen köszönjük. És a karanténkukták oldalon már most is nagyon sok videó fent van. Nyilván a Veresed Színház oldalán is meg tudjátok majd nézni, hiszen ott is fenn vagyunk, és még egy dolgot hadd mondjak el nektek, amit ide kikészítettem, csak aztán elfelejtettem. Ez egy krumpli. És ezt tegnap előtt találtam a krumplik között, amit vettünk, úgyhogy legyen ez a műsor vége, hogy ugye most van egy ilyen kezdeményezés, hogy rakjunk szívet az ablakba, és tapsoljuk meg azokat, akik most is ott vannak a frontvonalban, és nem bohóckodnak itt a karanténban, hanem tényleg tartják a frontot, és mentik az életeket. Úgyhogy ezt a szívecskét, ezt a kis krumpli szívecskét mi karanténkukták nekik küldjük. Szóval legyetek jók, vigyázzatok magatokra, főzzetek finomakat, szeressétek egymást, és találkozunk jövő hét szombaton is velünk, illetve karanténkuktáinkkal, a kihívottjainkkal pedig egész héten. És közben még egy utolsó pici szolgálati közlemény.
hétfőn várhatóan Magyar Kanizsáról is lesz kihívottunk. Így van. Na, sziasztok, jó étvágyat mindenkinek, és kellemes húsvéti ünnepeket kívánunk. Sziasztok! Sziasztok!